Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fogadóra, a stúdió vendége, Földi László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Köszöntöm, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. És köszönöm a meghívást, én is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Rengeteg témánk van, képviselő úr. Kezdjük talán egy közérdeklődésre, minden bizonnyal közérdeklődésre számot tartóval. Gyakorlati kérdések, nagyon sok mindenkit érint. Volt ennek már sok-sok olvasata. Hol tart ez most? Gondolok itt arra, hogy a kormány társadalmi vitára bocsátotta a vízgazdálkodási törvény módosítását. Ez a vidéken élők számára komoly könnyítést tartalmaz? Nézze, ezért ez egy elég hosszú történet, hisz hosszú, ugye, mert többször volt elhalasztva a bevezetése, és végül is a legutolsó kormányhatározat az azt mondta, ugye, hogy ez év, december 31-ig kell ezeket a kutakat regisztrálni, és a megfelelő műszaki tartalommal ellátni. Na most, ez nagyon komoly költséget jelentett egyrészt a gazdáknak, másrészt pedig nyilván egy csomó adminisztrációs munkát is jelentett, és most a kormány társadalmi vitára bocsátott, mint ahogy ön is mondta, kedves Mátyás, a vízgazdálkodási törvényről szóló törvénymódosítás tervezetét, ami ugye legfőképpen azt tartalmazza, hogy a kerti kutakat, amelyek 50 méternél nem mélyebbek, ad egy, a 2-500 köbméter per évnél több vizet nem hoz föl a felszínre, ezekkel nem kell semmit kezdeni. Tehát nem kell bejelenteni. Nem kell bejelenteni, amely kutak 2020. január 1-e előtt meglesznek, megvannak. Mi az, hogy majd a törvény hogy módosul pontosan, ez majd kiderül, de 24. január 1-ig meglévő kutakat nem kell bejelenteni. Persze itt ezért fölvet egy-két problémát, mert ugye a kormány rendeletet sokan betartották, ugye, és jogkövető magatartást tanúsítottak, és éppen a jövő hétfői frakciói értekezleten szeretném megkérdezni az illetékes minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy azok a gazdák, akik, vagy azok a kúttulajdonosok, akik ezt már elkészítették, ezt ugye jogkövető magatartást tanúsítva, azokkal mi lesz, hogy lehet ezeket adott esetben, vagy őket kárpótolni. Tehát most itt tartunk a dolognál, tehát hogy társadalmi vitára van bocsátva, a parlament még nem tárgyalt ezt a törvénymódosítás tervezetet, reményeim szerint a következő hetekben a ház elé kerül, és időben meg tudjuk hozni a döntést ezzel kapcsolatban. Milyen jelentőséget lehet, mekkora jelentőséget lehet tulajdonítani így most már utólag és értékelve a pápa látogatást? Ön is járt? Igen, vasárnapi pápai szentmisén részt vettem a Kossuth téren, én is, sokat magammal természetesen, Ceglédről is sokan voltak, meg a környéken, Nagykőrösről, Kocsérról, és több településről is itt a Vászlókerületből. Nézze, a Szent Atya elsősorban apostoli látogatást tett ebben az országban, hiszen Magyarország több mint ezer éve vette fel, a magyar emberek több mint ezer éve vettek, csatlakoztak úgymond a keresztény világhoz, Szent István korában, és azóta ez az ország gyakorlatilag keresztény országként szerepel a históriákban, a történelemben. Na most, ami ennek a látogatásnak különös jelentőséget ad, az az, hogy gyakorlatilag az elmúlt három évben a Szent Atya háromszor találkozott magyar közösséggel. Ugye, először a csíksőmű búcsúnál, ott is ott voltunk sokan, másodszor ugye az eukarisztikus kongresszus alkalmával, és harmadszor pedig most áprilisban. Én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy mint a Vatikán állam, mint a világ kereszténységének, katolikus kereszténységének ugye legfőbb előjárója a Szent Atya, azon túlmenően a békehírnöke. Ugye, ha megnézzük az elmúlt hetek, hónapok történéseit, akkor azt tapasztaljuk és azt láthatjuk, hogy Európában a béke mellett két ország állt ki igazából, a Vatikán állam, maga a Szent Atya is, és Magyarország.
Na most én ebből, ha ebből indulok ki, akkor azt mondom, hogy, hogy a következő, ugye azt mondta itt a Szent Atya, hogy, hogy béketervet dolgoz ki a háború befejezése érdekében. Egyébként az elmúlt napokban egy Zelenszkij ukrán elnök is találkozott a Szent Atyával a Vatikánban, ahol a Szent Atya felajánlotta az ukrán elnöknek a kvázi a béke misszióját ezen a területen, és nagyon bizakodó vagyok abban, hogy, a, hogy egy olyan béke tervet fog letenni, úgymond a pápa az asztalra, ami alapján az orosz-ukrán háború befejeződhet, vagy legalábbis megállhat, és elkezdődhetnek a béketárgyalások, mert csak az a megoldás. Nézzel, kedves Mátyás, több százezer ember halt meg ebben a háborúban már. A gazdaság egy része tönkrement, lakóházak tömegei mentek tönkre, emberek menekültek Ukrajnából. Ugye Magyarország is nagyon komoly menekült áradatot fogadott be, hiszen több mint 1 millió ukrán állampolgár jött Magyarországra, ahol ugye humanitárius segítséget nyújtott a magyar kormány ezeknek az embereknek. Tehát sokan tovább mentek Európa más részébe, de mintegy 200-250 ezer ember Ukrajnából itt maradt Magyarországon. És ott a gyerekek iskoláztatásában, egyéb sok mindenben a magyar állam segít őket. Én gyerekkoromban, ezt hadd mondjam, gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam. Nagyapám az első világháborúban vett részt, apám a második világháborúban, hadifogó is volt, és sokszor hozták elő a háborús dolgokat, és néha megborzongtam gyerekként is, és most felnőttként is azt gondolom, hogy Magyarországnak egyetlen egy fontos célja van, hogy egyrészt, hogy a háború ne eszkalálódjon, és ne kerüljünk bele a háborúba, de ennél is fontosabb a béke megteremtése. Képviselő úr, mikor érkeznek az úgynevezett kohéziós pénzek? Mindig halljuk, hogy jönnek, jönnek, aztán mégsem jönnek. Most már volt elhangzott egy ilyen konkrét kijelentés is, hogy egy hónap múlva tudunk számlákat küldeni. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez egy nagyon, nagyon érdekes. Ugye az unióval való megegyezés a pénzek lehívásával kapcsolatban, ez már lengyelek korábban, sokkal korábban megtették, mint mi, és mégsem kaptak egy huncut fillért sem. És most Magyarország is azokra kifogásokra, jogi kifogásokra, amit az Unió megtett, válaszol. 17 jogszabályt módosított a parlament. Legutoljára az igazságügyi törvényt módosította, de és most talán eljutunk odáig, hogy amit kedves Mátyás is mondott, hogy számlát tudunk kiküldeni, és jöhetnek pénzek. Én egy picit szkeptikus vagyok ezzel a kapcsolatban, mert azt tapasztalhatjuk, és azt érzékelhettük, hogy igazából, ha mi átmondtunk, akkor ők mindig mondtak B-t, és itt a legnagyobb probléma az uniós pénzek lehívásánál a magyar ellenzék. A magyar ellenzék, és a magyar ellenzék élikön a DK-sokkal, azon dolgozik Brüsszelben, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó támogatást, neki járó pénzt. És én még nem tapasztaltam ilyen ellenzéket, hogy aki saját hazája, saját emberei ellen dolgozzon. A magyar ellenzék ezt megteszi sajnos, de azért bizakodó vagyok a tekintetben, hogy Navracsics miniszter úr a napokban egy utolsó nagy tárgyalásra megy, és talán utána elindulhat a számla kiküldése, hogy kapjuk meg a pénzt. A kormány május 30-án nyújtja be a jövő évi költségvetés tervezetét az országgyűlésnek, hogyha minden jól megy, akár ezt július 7-én el is fogadhatják. Mit lehet már most erről tudni, és mi a véleménye arról az ellenzéki kritikáról, amit úgy fogalmaztak meg, hogy korai még. Ilyenkor még nem kellene jövő évi költségvetéssel foglalkozni. Nézze, 2010 óta gyakorlatilag majd minden évben a tavaszi ülésszak végén elfogadta a ház az ország következő évi költségvetését. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ugye most, ha július elején elfogadjuk például a 24. évi költségvetést, akkor
a gazdaság szereplői és egyéb más szereplők fel tudnak készülni adott esetben azokra a költségvetési változásokra, amelyek még januártól bekövetkezhetnek, mint ahogy ez így volt az elmúlt években is. Tehát én ezt, nyilván az ellenzéknek az a dolga, hogy kritizáljon és mindig keresse a hibát, még hogyha jó dolgot csinálunk, akkor is csak a hibát keresi, de hát ez egy ellenzéki magatartás. Na most, a jövő évi költségvetés azért sok mindent tartalmaz a tervezet, legalábbis amit mi hallottunk, úgymond mezitlábos képviselők ebben az ügyben, meg ami megjelent ugye sajtóban, hogy milyen számokkal dolgozik a költségvetés. Ugye a legfőbb adatok azok, hogy az infláció mértéke az már reményeink szerint ennek az évnek a végére is egyszámjegyűvé válik. Jövő évi inflációs előrejelzése a Nemzeti Bank szerint 6% körül lesz. Ezzel számol a költségvetés, de reményeink szerint ez lejjebb fog menni 6%-nál. Ami viszont a GDP növekedést illeti. Itt volt az uniós biztos és a gazdaságpolitikáit felelős uniós biztos Magyarországon, és a jövő évi költségvetéssel, meg egyáltalán a magyar kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatosan egész jó dolgokat mondott, hiszen ugye azt mondta, hogy jövőre 4% körül GDP növekedés, idén 0,5%-os GDP növekedés prognosztizált mondjuk 2023-ra, de a foglalkoztatottságnál ugye az idénre 4% körüli munkaerő foglalkoztatási hiányt prognosztizál az uniós biztos is, de jövőre ez 4% alá mehet ez a hiány, magyarul még többen tudnak majd dolgozni. Tehát én bizakodó vagyok a költségvetést illetően, nyilván ebben a háborús helyzetben nem egyszerű a költségvetést összerakni, de úgy látom, hogy végül is sikeres lesz ez a fajta akció. Ami még lényeges a költségvetés szempontjából, hogy ha és amennyiben sikerülne a békekötést, a háborút befejezni, és sikerülne az energiaszankciókat is megoldani, akkor az infláció, meg a növekedés, az infláció azonnal felére csökkenne, és a növekedés pedig szintén nagyon nagy ugrást jelentene. Ami még fontos a költségvetés tervezésénél, hogy ugye a 70% fölé emelkedett az ország eladósodása, a GDP-t viszonyítva 6,2%-ra emelkedett, és ezt jövőre 4% alá szeretnénk lehozni. A tervezett nagy beruházások megvalósulásával az előrejelzések szerint 2030-ig csak nem 500 000 új munkavállalóra van, illetőleg lesz szükség. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Magyar munkavállalók, külföldi munkavállalók, magyar munkavállalók elsőbséget élveznek-e? Hogyan tovább ilyen szempontból a munkaerőpiac? Természetesen a magyar munkavállaló mindenféleképpen elsőbséget élvez, éppen a ház elé kerül egy olyan módosítás hamarosan, ami pontosan ezzel fog foglalkozni. Magyarországon per pillanat körülbelül 300-350 ezer olyan munkaerő van, aki képzéssel, átképzéssel alkalmassá lehet tenni arra, hogy azokban a fejlesztésekben dolgozzanak majd, amíg 2030-ig nagyjából megvalósulnak ebben az országban. Ezekre a fejlesztésekre egyébként nagyon nagy szüksége van az országnak, mert a versenyképességet ezek a fejlesztések biztosítják Magyarország részére. Tehát, na most nyilván, tehát a magyar munkaerő elsőbséget élvez. Ez egyértelmű, ez nem is lehet vita téma. Természetesen, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy képzésekkel, átképzésekkel kell majd ezeket az embereket képzésekben is kell részesíteni. Na most a külföldi munkaerő idehozatala az nagyon szigorú, még nagyon szigorú rendszabályok szerint történhet meg. Akkor is, csak is akkor is nagyon keményen körbe bástyázva, ha és amennyiben magyar munkaerővel nem tudjuk a dolgokat megoldani.
Kamatstop, lakossági és KKV kamatstop, mire számíthatunk? Ugye éppen a napokban jött ki ugye a kormányrendelet, hogy a kamatstoppot mind a lakosság részére, mind pedig a kis és közepes vállalkozások részére meghosszabbította a kormány. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy például 22-ben jelentett a családoknál, ez mintegy 300-150 ezer családot érint, és ez körülbelül 80 milliárd körül megtakarítást jelentett a családok részére. Az idei évben a családok kamatstopja az első fél évben is kb. 60-70 milliárd forintos megtakarítást jelentett a családok részére. Mintegy 1300 milliárd forint van kint a családoknál hitelként, és ugye ezekre van ez a kamatstop. Na most a kis és közepes vállalkozásoknál is mindegy 1000 milliárd forint hitelállomány van kihelyezve, és ott is a kis cégeknek, a kis vállalkozásoknak, közepes vállalkozásoknak az életben tartása, a munkaerő megőrzése nagyon komoly segítséget jelent a kamatstop. Ez tavaly, ez körülbelül egy olyan, a KKV-t is olyan 60 milliárd körül volt, ez az idén most az első félben kb. 40-45 milliárd forintos megtakarítás, ami ott marad a KKV-knál. Tehát ez a magyar gazdaság életben tartása oldaláról kulcskérdés. Választókerületi ügyek a továbbiakban, 4 percben 4 téma. Utak, 441, M44-es. Fejlemények, igen, jelenlegi éppen, helyzet? Éppen Dömötör Csaba, miniszterhelyettes úr, államtitkárral voltunk a múlt héten Nagykőrösön, és megnéztük a 441-es útnak a építkezését, illetve az M44 építkezését, és mind a két helyről arról tájékoztattak minket, hogy időarányosan jól haladnak a munkák, tehát határidőt tudják tartani, és hát reményénk szerint ugye főleg a 441-es út egy szakasza az időben készen lesz, és a M44-es is. Na, egyéb beruházások is zajlanak itt a térségben, nem kevés, ugye? Utaknál nagy beruházásról nem tudok beszámolni, viszont fontos lépés következett a Csemő-Ceglét kerékpárút bizonyos szakaszába, ugye a Zöldhalmi szakaszban. Ott lezajlott a közbeszerzés, megvan a kivitelező, és mivel az önkormányzat az áremelkedések miatt minisztériumi támogatást kért, 16 millió forintot durván, ezt meg is kapta a község önkormányzata, tehát most úgy néz ki, hogy bármelyik pillanatban elindulhat. Tehát akkor lesz. Lesz, ez a szakasz meg lesz. Na most ugye ez nem a teljes ceglétábla, nagy csemőtábla közötti szakaszt érinti, de én nem tettem még le arról, mint országgyűlési képviselő, hogy ha és amennyiben az ország gazdasága erősödik, akkor azt a szakaszt is meg tudjuk építeni majd a meggyőződésem, ami per pillanat a bekopos pályázatban nem épülhet meg. Gál József sportcsarnok, finisében a finisében beruházás. Vagyunk. Reményeink szerint most már csak olyan ott tartunk, hogy zajlanak a szakhatósági vizsgálatok, és ugye az engedélyek kiadására várunk, hogy aztán az pontosan hogy jön meg, azt nem tudom mondani. De ez már a célegyenes. Ez már a célegyenes. Hát legkésőbb szerintem júniusban át fogjuk tudni adni a csarnokot. És még két nagy beruházás, rendelőintézet és gimnázium. Mind a kettő időarányosan jól áll. A gimi az látványos, hogy benn vannak, most már belső munkálatok zajlanak, de a szakorvosi rendelőintézet építése is csak ugyan jól halad, hiszen járok arra és látom, hogy milyen ütemben mennek a munkák. Reményeink szerint határidőre az is meg fog épülni. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát! Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra, köszönöm figyelmüket!